És már folytatjuk is a délelőttöt, ahogy korábban mondtam, a Kolozsvári nyilatkozatról fogunk beszélgetni, és annak tartalmáról. Itt van már velünk a stúdióban Súrján László, a Karta 21 elnöke. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Ugye itt közeledik 1920-nak is az emlékéve, ugye az első világháború lezárásának is emlékéve van, és itt már korábban azért adottak, hát hogy mondjam, nézetkülönbségek itt a romániai centenáriummal kapcsolatban. Miről szól pontosan ez a kolozsvári nyilatkozat? Miért fontos az, hogy ehhez is mondjuk egyre többen csatlakozzanak? Hát először is rögzítsük, hogy ez nem egy egyoldalú nyilatkozat, hanem ezt magyarok és románok együtt írták, illetve együtt fogadták el. Volt egyébként a történelemben, az elmúlt száz év történetében már hasonló kezdeményezés, ezek rendre elhaltak. Tehát, hogyha a kérdésének a második felét, emelem ki, akkor azért érdemes ehhez valamiképpen csatlakozni vagy kifejezni az egyetértésünket, hogy próbáljuk életbe tartani. Na most, most miről van konkrétan szó? Arról, hogy Magyarországon, Romániában sose tisztázták eddig a román-magyar együttélésnek a szabályait, hogy így mondjam, a, a lehetőségét. Ezt igazándiból a békeszerződésnek lehetett volna ö, megoldania, de ezt nem tette. A, nem is helyes, hogy békeszerződésnek nevezzük, hiszen a magyarokat a kutya se kérdezte, igazándiból a románokat se nagyon. Tehát a, a győztes nagyhatalmak, azok elmondták, hogy ez így lesz, azt kész. Ezért, ezért korrekt azt mondani, vár, én sokáig nem szerettem ezt a szót, hogy béke diktátum, de itt pontosan erről volt szó. Az igazi béke feltétele az, hogy az érintett felek leülnek egymással, és eldöntik, hogy hogy lesz tovább. Na ebből semmi nem volt Trianonban, különösen nem Magyarország és az utódállamok között. Tehát ezek az emberek, akik ott Kolozsváron összejöttek, akkor azt javasolták, azt mondják, hogy hát nagyon itt az ideje a mi közös életünknek a megszervezésének. Az a, e, a, a, na, szóval, hogy ez akkor egyfajta hiánypótlásként jött létre végül is ez a nyilatkozat. Így pótolta mondjuk az elmúlt száz évnek a hiányosságait. Hát Akkor pótolta volna, hogyha ez nem jószándékú emberek baráti összejövetele, hanem valamiképpen a két nemzet erre a célra döntési joggal, vagy legalábbis komoly javaslattevő joggal fölruházott emberei. De hát ez nem így volt, magyar részről is csak, tehát nem vett részt minden olyan szervezet, például az RMDS nem vett részt ezen, de román részről meg semmifajta hivatalos szervezet nem vett részt, jó emberek vettek részt. Na most ez Ilyen értelemben ez a nyilatkozat nem megoldás, ez problémafölvetés. A ugyanakkor, aki a kicsit nem becsüli, ez a sokat nem érdemli alapon, nagyon meg kell becsülnünk azokat a románokat, akik nyitottak erre a problémára. Hivatalos Románia manapság azt szajkózza, hogy Romániában kisebbségi kérdés nincs, minden meg van oldva, a megoldás lehető legteljesebb európai, sőt példaértékű. Ehhez képest a magyarok minden nap mondhatni, de legalább minden héten támadásoknak vannak kitéve, perbe vannak fogva, zászló cirkuszokat rendeznek, táblákat kell levenni, feliratokat, akár műemléki épületek eredeti feliratát is megpróbálják eltüntetni. Nem sorolom, ismertek ezek a jelenségek. Ezért érdemi előbbre lépés pillanatnyilag nincsen, de a kicsit is meg kell becsülni. Tehát igenis nem mondjuk azt, hogy a románok ilyenek, a románok olyanok. Már az egyik román ilyen, a másik román olyan. És akivel kezet lehet fogni, avval fogjunk kezet. Mindig ugye a megbékélésről, a megbékélés útjáról beszélgetünk, a Miért is műsor a, a megbékélés jegyében jött létre, és fut továbbra is ugye a Bónum TV műsorán. Ezen az úton milyen állomás ez a kolozsvári nyilatkozat? Akárha mondjuk a, az aláírókat nézzük, a, a romániai aláírókat és, és partnereket és csatlakozókat. Uh. Hadd mondjam azt, hogy minden aláíró romániai volt, tehát erdélyi magyar és romániai román. A román aláírókról azt tudom tulajdonképpen örömmel mondani, hogy most fejből nem tudom pontosan, hogy 6-8 román ember írta alá, de azt viszont pontosan tudom, hogy négyen korábban már aláírták a mi kartánkat, a mi megbékélési nyilatkozatainkat, nyilatkozatunkat. Némelyikükkel szerepeltünk is közösen. Tehát uh, itt olyan emberekről van szó, akik tényleg úgy látják, hogy a magyarok és románok nagyon sok száz éve együtt éltek, és a következő időszakban is együtt fognak élni. De. De úgy nagyon nehéz ez az együttélés, hogyha az ember arra gondolhat a tények alapján, hogy a román fél csak arra vár, hogy a magyarok eltűnjenek erről a területről. És ezt többé-kevésbé meg is segítik egy-két intézkedéssel de úgy néz ki, hogy ez nem így van, úgy néz ki például, hogy az Európai Unió adta mozgási lehetőséget. A románok sokkal jobban kihasználják, mint a magyarok, magyarán sokkal több román megy el, arányaiban is több román megy el Romániából, mint ahány erdélyi magyar kiköltözik Erdélyből, Parciumból, Bánátból. Tehát nem csökken egyáltalán a magyarok százalékos aránya ebben az országban. Hogyha itt a, visszatérünk még egy kicsit ezekre a centenáriumi ünnepségekre, azért a magyar médiában is óriási vízhangja volt mondjuk ez a, ennek a magyar ellenes hangnak is végül is, hát itt Mit várhatunk, vagy akkor mit, mit történik még, mondjuk akár ha egészen mondjuk ez, ugye 1920-as évfordulóig nézzük, akkor itt most azért elég, hogy mondjam, komoly vagy súlyos két év az, amiben benne járunk. Igen, de ez a két év nem csak fenyegető, hanem lehetőség. reménykeltő is, lehetőség, így van. Azért az érthető, hogy a magyar médiában megjelenik mindaz az agresszivitás, ami, ami ellen föl kell szólalni, ami a magyarok mindennapjait megkeseríti, de azért azt is látni kell, hogy ezek az emberek azért a román világnak a perifériáján vannak. Bizonyos fokig lehet mondani, némelyikükre biztosan igaz, hogy feltűnési viszketegségből, szereplési vágyból csinálja azt, amit csinál. Aztán gyengülő pártocskák szoktak mellé állni, remélve, hogy fölszítve a nemzeti érzelmeket újabb szavazókra tudnak szertenni. A valóság egyébként más, mert a román nemzet érdeke, a román emberek mindennapi érdeke, a román állam érdeke sehol nem ütközik. A magyar nemzet érdekével, a magyar állam érdekével, akkor, hogyha ezeket a határokat tényszerűen elfogadjuk. Tehát Magyarország nem indít revíziós politikát, miközben úgynevezett történelemi jogon ez teljesen indokolható volna, és a nemzetközi szerződések se zárják ki, hogy ilyennekről beszéljünk amit kizárnak, az az erőszakos határmódosítás. De be kell látni, hogyha olyan óriási többségben élnek a románok az elfoglalt területeken, mint amilyen többségben jelenleg élnek, olyanok, akiknek tán még a szülei se éltek 1920-ban, akkor itt nem a terület szerzése, visszaszerzése a kérdés és a megoldás, hanem az, hogy hogyan lehet élni, hogyan lehet magyarként élni, hogyan lehet a magyar kultúrát, aminek egy óriási forrásvidéke Erdély, hogy ez a forrás el ne apadjon, hogyan lehet ezt a kultúrát művelni. Erről szól a történet. Pont, igen, pont azon gondolkodtam, vagy pont ezzel zártam volna, vagy zárnám akkor a beszélgetésünket, hogy itt azért egy, egy felnövekvő generációról is beszélünk, vagy hát fiatalokról beszélünk, akiknek mondjuk ténylegesen hát a nagyszülei, vagy talán a dédszülei érték meg esetleg ezeket, a, ezeket, az időket. Na most itt is azért ön is említette, hogy nem beszélhetünk általánosságokban, mert hogy vannak biztos olyan emberek, akik, akik mondjuk ünnepelnek, vannak olyanok, akik, akik nem tudom, szomorkodnak, vagy, vagy tragédia. Szóval, hogy, hogy itt a fejekben kellene egy kis Rendet tenni, és, és az általánosítás helyett tényleg akkor elgondolkodni az egyes embereknek. Hát azért próbáljuk megérteni azt, hogy ha egy ország hirtelen igen jelentős területi nyereségre tesz szert, mint ahogy 1918-ban ez megtörtént a románok részéről, azt nem lehet elvárni tőlük, hogy, hogy ennek ők ne örüljenek. Azt el lehet várni viszont, hogy elszámoljanak arról, hogy mit tettek ezekkel a területekkel, mitől lett jobb az élet, akár csak a román élet, attól, hogy megnagyobbodott az ország. Aztán meg lehet nézni azt is, hogy mekkora volt az a terület 1918-20-ban, és mekkora most, hiszen veszítettek belőle jócskán. Mire lehetnek ők igazándiból büszkék, és nagyon komoly román értelmiségi emberek vetik föl azt a kérdést, hogy nem sokra, sőt, az országuk mai állapotában nagyon sok negatívumot látnak. Nos, ha ott él két közösség együtt, tulajdonképpen a magyar közösség nyitott arra, hogy mint román állampolgár, a maga boldogulásával a Románia boldogulását is segítse. Ez egy olyan lehetőség. Egyébként már egy lassan egy évvel ezelőtt egy aradi konferencián mi magyarok és románok a megbékélési mozgalomhoz tartozó kimondtuk, hogy nekik tudomásul kell, nekünk tudomásul kell venni azt, hogy ők ezen a száz éves évfordulón örülnek, Nekik viszont tudomásul kell venni, hogy az ez nekünk bánat. És erre a kettősségre építsük fel a következő száz évet, hogy majd utódaink, ha itt ülnek a Bonum televízióban, akkor arról tudjanak beszélni, hogy szépen és jól élünk a Kárpát-medencében. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, hogy eljött hozzánk, és akkor a nézők részére pedig csak annyit mondok, hogy a Karta 21 cím oldalán elolvasható a nyilatkozat, és lehet hozzá csatlakozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.